A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által végzett sasláltár a lehető legpontosabb képet adja a Kárpát-medencében tartózkodó sasfajokról és ezek egyet számáról. A magyarországi megfigyelések az ország területének 17 át fedik le. A sas szinkron ideje alatt Magyarországon összesen közel 750 réti és valamivel több mint 400 parlagisast sikerült megfigyelni a kutatóknak. Tolna megyében a Duna mentén és a Gemencben mint egy fél száz rétisas él. A költések sikerességét is folyamatosan figyelik és jegyzik a szakemberek. Paks közelében évek óta egy bekamerázott rétisas fészek életét követhetjük figyelemmel, mely idén üresen maradt. Sajnos nem a bekamerázott fészekben költenek, hanem két kilométerrel arébb építettek egy új fészket még a tavalyi évben, és ott költenek. De a tojó kotlik a tojásokon, a hím ott van a közelben, úgyhogy köszönjük szépen, jól vannak, csak elég volt nekik a nyilvános szereplésből úgy tűnik. A tavasz és a jó időbe köszöntével a fekete gólyákat is várják vissza a gemencbe. Tóbiásról még nem tudnak semmit a szakemberek. Még nem érkezett vissza a gemenci fészekre. Reméljük nincs semmi gond, bár, korából korából adódóan akár lehet is, hiszen idén ő már 20 éves madár lesz, és ezzel, hogyha megélte az idei évet, amit sajnos még nem tudunk, akkor ő lesz a világ legöregebb ismert korú fekete gólyája. Az Afrikában telelő GPS-es jeladóval ellátott fekete gólya, Zoltán úton van Magyarország felé. Napi pár száz kilométert halad. A hét közepén Izraelben tartózkodott. Március 15-ei Hétvégére számolják a szakemberek, hogy a több mint 12 ezer kilométeres út után megérkezik Gemenci fészkéhez.